éppen az ebédszállításhoz készülődnek a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Egyik konyhájánál. A nyári szünet kezdetével közel felére csappant az adagok száma, de így is bőven 1200 főre főznek naponta. A szociális otthonok mellett a nyári táborokat is ellátják főtt tétellel. Baj Attila, a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott. Az üzemeltetés zökkenőmentesen zajlott az elmúlt egy évben, minden felmerülő karbantartási problémát sikerült időben elhárítani. Tavaly július 1-ével vettük át a konyhák üzemeltetését újra. Én úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen sikerült az átvétel, tehát nem voltak komoly fennakadások vagy problémák. Abból, amit ígértünk az ételek minőségének a javulása, én úgy gondolom, ezt megtartottuk, bár most készülünk arra, hogy ezt felmérjük. A Közétkeztetési Kft.-nek a honlapján majd egy-két napon belül megjelenik egy elégedettségmérő kérdői. Hozzátette, egyik fontos előrelépés a járműpark fejlesztése volt, mert az átvett flotta ételszállító autói legalább 10 évesek és elhasználódottak voltak. Egy elektromos teherautót szereztünk be, ami nyilván környezetbarát, gazdaságosabban üzemeltethető. Tehát igyekszünk ilyenekben is előrelépni. A csúcsidőszakban 67 fő dolgozik a cégnél, és napi 3200 adagételt kell előállítaniuk.